ultrahangos vizsgálat, korszerű diagnosztikai eljárás, amivel kiszűrhetők a hasi deréktáji betegségek. Gyerekkorban a légúti problémák után a húgyúti fertőzések a leggyakoribbak, és egyre többször húzódik meg vesekövesség egy-egy görcsös hasi tünet kapcsán. Jobbak a diagnosztikus módszereink, főleg az ultrahangos vizsgálat elterjedése játszik ebbe szerepet. Lényegesen több úgynevezett nyugvókövet ismerünk föl, illetve hát megváltozott a táplálkozási szokás is az emberek körében, amik szintén a vesekő kialakulásának gyakoriságát emeli. Fájdalmas, csípős érzetet adó gyakran véres vizelet a vesekövesség első jele, amit erős, görcsös hasi fájdalom kísér. Nagyobb köveknél a felnőttekhez hasonló ultrahangos vesekőzúzás jöhet szóba a kezelésnél. Elsősorban a szülők felelőssége az egészséges táplálkozás megválasztása, de a közétkeztetésben is figyelni kell a kevesebb sóra. A félkész ételek, a nassolnivalók, a szénsavas italok a vesét sem kímélik. A legnagyobb probléma elsősorban az üdítőitalokkal van. Ez gyakori jelenség, hogy a gyerekek alig isznak vizet tulajdonképpen, hanem csak üdítőitalokat isznak. Míg az ásványvíznek sem feltétlenül van helye mindig a táplálkozásban. Főleg a szénsavas üdítőitalok a veszélyesek, amelyeknek igen magas a foszfát tartalmuk bizonyos élelmiszertechnikai okok miatt. És a magas szénsav tartalom és széndioxid tartalom is problémát okozhat. Ez elsősorban a savasság a kőképződés szempontjából problémás. A foszfát tartalom, a magas foszfát bevitel pedig a kálcium anyagcserét befolyásolja kórosan. A kálcium anyagcsere zavara a csontképződést és fejlődést is gátolja. Bő folyadékfogyasztás és kevesebb feldolgozott élelmiszer segíthet megőrizni a vese egészségét, mondják az orvosok. A menzareform kevés az életmódváltáshoz, változatos és kiegyensúlyozott táplálkozásra van szükség.